Van Csazaláról többet szóltak a hírek az elmúlt hetekben, mint egy átlagos tinédzserről. Az MTK 17 éves labdarúgóját ugyanis szerződtette az angol Manchester City-t is működtető City Group, melynek belga csapatában a másodosztályú Lommelben folytatja nyártól a pályafutását. Nagyon álomszerű ez az egész, és még most kezdem úgy felfogni, de nem szeretném most már ezt, hogy erről szóljanak a hírek, és szeretnék focizni és megmutatni magamat. Volt több megkeresés is, és én és a család úgy éreztük, hogy ez lehet a legjobb út, hogy szépen, fokozatosan minden lépésbe fejlődni, hogy ne kelljen akkorát ugranom, ne egy nagy ugrással kezdjek, hanem próbáljam meg magam ott, és hogyha ott tudok fejlődni, akkor onnantól esetleg egy nagyobb ligába vagy nagyobb csapatba, és egyelőre ott szeretnék majd bizonyítani és sokat fejlődni. Ott milyen jövőképet vázoltak fel egyébként neked? Hát ugye velem együtt sok fiatal játékos szerepel a Lommelben, és mindenki sikeréhes, ugyanúgy, mint én, fiatalok vagyunk, úgyhogy azt, hogy tényleg sokat tudunk fejlődni, és minden adott ahhoz, hogy a legjobbat kihozzuk magunkból, és ezáltal sokat fejlődjünk. Van Csazalánnal egy játszótéren találkoztunk, kíváncsiak voltunk, kisebb korában mennyire volt rá jellemző, hogy kint rúgta a bőrt a barátokkal. Sok barátommal játszottam, de leginkább csak fociztunk a játszótéren, és nagyon sokat voltam lent a focipályán, játszótéren, úgyhogy eléggé van rám ez, hogy én kiskoromban játszótéren voltam. Ugye apukám akkor már nem volt aktív futbolista, és a testvérem focizott, és miatta szerettem meg, úgymond, és akkor elvitt apukám a helyi csapatba egy edzésre, és akkor azóta csak a foci volt. A többi pedig már történelem. Átigazolása a hírek szerint minden idők egyik legdrágább NB1-es transfere lett. Büszkeséggel tölt el, de azért felelősséggel is, hogy akkor a pályán mutassam meg, hogy miért vagyok én az, miért a harmadik, úgyhogy a pályámnak kell majd bizonyítanom ezt. Próbálom magamat is fejleszteni és készülni arra, hogy kint egyedül fogok élni nagyrészt, és még szerintem nem állok 100%-osan készen, de nyára rendben lesz ez. Elsősorban nagyrészt egyedül leszek, de sokat lesznek kint, úgymond a szüleim, vagy csak anyukám, vagy csak apukám. Sokat fognak segíteni azért. Az első időszakban biztos nem lesz egyszerű, de azt még pontosan nem tudom, hogy először jönnek-e velem a szüleim. Zajlott az élet az elmúlt hetekben a tehetség körül, hiszen 17 évesen bemutatkozhatott az U19-es válogatottban, rögtön 2 góllal tette le a névjegyét. Nagyon jól éreztem magam, ugye ez volt az első alkalom, hogy én az egyel idősebb korosztályba játszhattam, úgyhogy szerencsére jól sikerült, a csapat is nagyon jól játszott, és összeszedettek voltunk. Van Csazalán tehát a belga Lommelbe igazolt, de kölcsönbe visszatért az MTK-ba, viszont a szerződése körüli bizonytalanságok miatt nem utazott el a csapattal a téli edzőtáborba. Mostanra azonban újra csatlakozott az első keret edzéseihez, és a papírjai is hamarosan rendben lesznek. Addig is kíváncsiak voltunk, hogy mi az ő valódi posztja. Én leginkább a balszélső támadó posztján szeretek játszani, de ugye ott a válogatottban két csatáros rendszerben játszunk, és ott az két csatárból az egyiket játszottam, de hogyha nekem kéne mondani, hogy szerintem hol tudok a legjobban játszani, az a balszélső támadó. Ha még többet szeretne megtudni Van Csazaláról, akkor keresse a Nemzeti Sport pénteki számának Sportkrém című mellékletét.